Ez volt az első alkalom, hogy szervezett buszos kiránduláson vettünk részt. Ennek két úti célja volt, az egyik Fraknóvárra, a másik pedig a Mida vízesések. A Várburger annak az egyik jelképe, és az Eszterházi családhoz köthető, és mindösszesen ilyen 30-40 percnyi autóútra található Soprontól. A vár közvetlen szomszédságában található egy ilyen kis hűlőház, amit nem lehet nem észrevenni, hát elég jól meg van csinálva kívülről, maradjunk annyiban. A délutáni program ugye a Mira vízesés volt, pontosan a Mira vízesés rendszer, és nem kell egy nagyon fárasztó túrára készülni, hiszen maga a szurdok a vízeséseivel olyan 600 méter hosszú, nyilván ezt megjárod visszafele is, de akkor is csak 1,2 kilométernél tartunk. Ilyen kis hidakon létrát fogunk el közlekedni, és mindkét végénél található egy tó, illetve egy-egy vendéglátóegység. Nyilván ezeknek a buszos kirándulásoknak megvannak az előnyei és a hátrányai. Előnye talán az lehet, hogy kényelmes, tehát nem kell foglalkoznod semmivel, csak sodróz az árral, ott az idegenvezető, aki megveszi a jegyeket, elmondja a fontos tudnivalókat. Hátrány azonban, hogy fix időpontban indulnak, és hát nem igazán lehet akkor még tudni, amikor jelentkezel, hogy milyen idő lesz. Úgyhogy mi is kifogtunk egy olyan napot, amikor gyakorlatilag egész nap zolgott az eső. De mivel felkészülten érkeztünk, megfelelő ruházatban, így nem tudok levenni az élményből.